A házasság hete rendezvény sorozat idei mottója az állandó megújulásban. Akik szeretnének házasságot kötni, van néhány teendőjük a nagy nap előtt. Először be kell menniük a polgármesteri hivatalba, hogy találkozzanak az anyakönyvvezetővel, aki anyakönyvi szakvizsgával rendelkezik, és a házasság kötés végén kiadja a házassági anyakönyvi kivonatot. Az esküvő utáni első napon pedig bejegyzi a házasság kötés tényét az elektronikus anyakönyvbe, majd központi nyilvántartásba átvezeti a házasok családi állapotát. Magyarországon csak az anyakönyvvezető előtt lehet érvényesen házasságot kötni. A házasságkötés hogy létrejöjjön, szükséges a pároknak előtte a polgármesteri hivatalban szándékbejelentési nyilatkozatot tenni. Ekkor egy jegyzőkönyv készül, ilyenkor kiválasztjuk a házasságkötés által tervezett időpontot a párok egyeztetése alapján. A párok nyilatkoznak arról, hogy a házasságkötésüknek nincs törvényi akadálya. Mi lehet az akadály? Akadály lehet az, amikor a házasulandóknak még ő jogerősen nem került felbontásra a válása, tehát addig újabb házasságot nem lehet kötni. A házasság kötési életkora törvény szerint minimum 16 év, 16 és 18 év között gyámhivatali engedélyre van szükség. Az anyakönyv vezető előtt nyilatkozni kell arról, hogy milyen nevet viselnek majd a házasulandók a házasság kötés után. A szándék bejelentéskora születendő gyermek nevéről is nyilatkozni kell. Törvény szerint nem köthető házasság bizonyos napokon, így január 1-én, húsvét vasárnap és hétfőn, május 1-én, pünkösd vasárnap és hétfőn, augusztus 20-án, november 1-én, október 23-án, december 24-e és 26-a között, valamint július 1-én. 2023-ban 491 házasságkötés volt, 2022-ben 415, és 2021-ben 361, tehát a Székesfehérváron ez emelkedő tendenciát mutat. A legtöbben a Himmelházban szeretnének házasságot kötni. A Himmelház ugye a város egyik, belváros egyik kiemelkedő épülete, nagyon népszerű a házasulandók körében. Ott ugye biztosítottak a fotózási lehetőségek, a technikai feltételek, illetve a humán erőforrás is. Losonczi Csabáné hozzátette, nem csak a városból, a vármegyéből, hanem az ország távolabbi pontjairól is érkeznek Székesfehérvárra házasulandók. Mint mondja, a nyár kiemelt időszak házasságkötés terén a május, június, július, augusztusi időpontok hamar elfogynak. Aki tavaszi, nyári esküvőt szeretne, annak célszerű minél hamarabb szándéknyilatkozatot tenni a polgármesteri hivatalban.